Szóval a szimbolista táj az egy olyan képződmény, ami a lelkünk hozzáadott tájélménye, tehát nem kizárólag az, amit láttunk, hogy az a naturalisztikus táj, hanem valami kisugárzás belőlünk. Viszont a szimbólum maga azt is rejti számunkra, hogy nem egyértelmű, hogy mit láttunk, mert hogy a szimbólumban több jelentéstartalom van összegyúrva, ettől szimbólum. Amit itt láttok, és azért választottam ezt a Sidney Long ausztrál szecessziós művésznek a munkáját, hogy a táj, a szimbolikus táj az olyan, hogy egyé válik a mi érzelmünkkel, és itt van egy ilyen billenő pont a századfordulón, mert a szimbolizmus az 1890-es éveknek a stílusa, és ott még a szimbólum, ugye ezt a költők generálták ezt a stílust, a festők csak később csatlakoztak a költőkhöz, mert hogy vannak olyan költői tájleírások, amiket érdemes megfesteni, vagy minden esetre a művész kapott egy ötletet egyes költőktől. Úgyhogy gyakorlatilag itt a mondani való kisugárzik az emberből a tájra. Tehát itt látható például, hogy nimfák játszadoznak az erdőbe, ez egy témacsoport, műfajnak is mondhatom, hogy ki hogyan oldotta meg ezt a mitológiai témát. És ugye ezek a nimfák, ezek azok a eladó sorban lévő hölgyek, akik olyan 16-tól 24-ig ilyen eladó sorban lévő lányokat jelenti, és ezeknek a érzelemvilágát ki, hogyan, melyik festő, hogyan tudja beépíteni az erdő élménybe. Ugye jelen pillanatban itt Sidney Long a női haj fonatossága, a női haj szesziét, a női hajnak a szélben való szétfújásával ábrázolja a fákat hátul. Vagy a másik oldalról van egyfajta olyan költői nyugalom, költői világ, ami nem azonos a naturalisztikus látvánnyal, hanem több meghaladja, valamilyen formában meghaladja. Itt most, ha a baloldali képet nézed Alfonso Osbertől, akkor azt látod, hogy a fák szinte éjszakai kékségben vannak ábrázolva, és hogy ez a kék élmény, ez mindenre így rávetítülődik. Tehát valamilyen nagyon érzékeny hidacskán mozog a szimbolista táj, ami csak úgy nagyon ritkán mutatkozik így a táj. Tehát mondhatnám azt, hogy igen, van ilyen táj, de hogy ez egy ilyen 5 perces élmény, mert a nap már megy lefelé, vagy épp jön fölfelé, és 5 perc múlva, vagy 10 perc múlva már egészen más lesz ez a tájélménye. Amit a jobb oldalon is, ugye ez a tó fölötti párásság van értelmezve az előttem lévő fűre. Tehát magyarán a képzelet kiterjed, vagy a természeti egyes részlet kiterjed az egész kép felületre. Ugye a szimbólumban van ez az egy, ez az egység, ez az egy érzelemvilág. Ez Alfonso Osbertnek a jobb oldali képén feltétlenül érezzük.
Megint visszatérve Sidney Longhoz, ugye több ilyen, hát ez éppen grafika, de grafikában jobban lehet éreztetni a tónus viszonyokat, a festészetben a szín egy kicsikét mindig elvonja az embert a tónusrendszertől. Ugye ez a kapu élmény, hogy hátul följön a nap, és ebbe a kapuba így be fog világítani, és kapu kompozíció, ugye, hogy valahol talán ott a barokkba találták ki, hogy le kell zárni a tájélményt két fával jobbról és balról, és akkor középen kiláthatunk a végtelenségbe, és akkor ott esetleg föl is kelhet a nap. Hogy itt aztán most reggeli hancúrozásról van szó, vagy pedig estiről, ez most teljesen lényegtelen. Itt a hajlékonyság lesz a szimbólum. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy na, ma a feladat a hajlékonyság megfestése, akkor pont így Sidney Long elviszi a pálmát, mert ugye a fák is úgy hajlonganak, ahogy nem hajlonganak, vagy nagyon ritkán van ilyen fatörzs, ami ilyen kuszán, esalakban megy fölfelé egyik-másik, és akkor itt a hölgyek is táncolnak, és hajlonganak. Tehát a hajlékonyságot most ő vitte el a pálmát a pályázaton. Ugye, de ugyancsak Osbort most megint visszatérünk, tehát hogy rengeteg ilyen képe van, ahogy egy hölgy a maga naturális súlyát elvesztve, inkább a ködösség fátylában, a természettel kicsit egyé válik. Tehát, hogy minden egyé válik a természettel. A természet is a mi érzés, érzelemvilágunkhoz közeledik, és a beletévő figura is közeledik a természethez. Ugye volt olyan szimbolista kép is, hogy a felhőkbe egy arc kirajzolódott, ezt nem tettem be, mert kicsit nyomasztó, vagy túl direkt, vagy nem annyira kifejező, tehát túl kifejező. Itt Segantininek a képét látjuk, ő nagyon sok tájképet festett, és most, hogy a havas táj témáján túl vagytok itt, most gyakorlatilag azt látjátok, hogy a szimbolizmus az a nőkkel próbál témába kerülni. Ugye a szimbolizmusba kerül elő a femme fatale. A femme fatale az a végzett asszonya, hogy olyan témákat választanak a festők, hogy a hölgyek sorsfordítóak méghozzá a negatív oldalra. Hogy ez hogyan alakult ki, hogy miért így van, és miért ez a téma, azt nagyon jól megértjük, hogy igazából a költők után mentek a festők, tehát a költők azok sok esetben a kudarcaikat, vagy ugye, hogy az életben való tehát hogy a megélhetésüket ugye egy ilyen kudarc élménnyel, a nőkkel való kudarc élménybe fejezik ki, és ezáltal ők lesznek a hibásak, úgymond így idézőjelbe a végzett asszonyai, akik gyakorlatilag a szerelmi beteljesítés nem történik meg. Ugye bár nem szimbolista költő Balassi, de sima szájaddal mit kecsegtetsz, ugye? Tehát itt is benne van már ez a végzett asszonya, hogy nem teljesül a költőnek a kívánsága. Na most ez így átjön a festők felé is, és olyan témákat választanak a Bibliában, a mitológiában, ami gyakorlatilag ahol a nő valamilyen sorsokért felelt.
No hát, itt ezek a hölgyek itt lebegnek, és igazából, hát igen, tehát itt a hó és a jég nirvánája, hát hogy ezt nirvánának lehet nevezni, ez egy kicsikét erőltetett, de minden esetre Szegantinak ez az első szimbolista képe. Itt én azért tettem be, hogy egyrészt megnézzük ezt a hihetetlen érzékeny és karcsú rajzkészséget, amit itt indikál a hegyek és az itt lévő kis bokrocskák, és akkor ebbe próbálja beletenni, tehát hogy bele süppeszteni, ugye fehér drapériával, ami a hegyekre asszociál, tehát asszociatív dolgok vannak benne, ugye ezek a főleg ezért, és a hajuk is valahogy úgy megy, ahogy ezek a kis bokrocskák itt kinőnek. Tehát, hogy próbál beleépülni a tájba ezek a lebegő hölgyek, amit én most nem a témája miatt, hogy most mitől lebegez itt, hanem inkább a formai megoldása miatt tettem be, hogy a haja asszociációja, meg a drapéria asszociációja a hegyek felé. Na hát igen, itt van ez nagyon jól ismert kép. No, tudja valaki, hogy ki festette, és melyik képről van szó? Magyar festő. Vaszary János festette, és az aranykor. És itt gyakorlatilag számomra az, ami a háttérben van, ez a gyakorlatilag misztika, számomra valóban nagyon jól képviseli a fiatal kornak a ráérőségét, azt a vágyat, hogy összesimuljanak. Ott a hölgy, minthogyha valami áldozatot, virágáldozatot mutatna be, ugye az a függőleges vonal, az feltétlenül, ugye ezt az égést, ugye de nem tudjuk, hogy miért, tehát mi ez. Ez most valami lemondás a virágokról, vagy éppen fordítva, hogy a saját fiatalságukat áldozzák föl egymásnak. Ez a szimbolizmusban mindig lesz valami kérdés, de mégis az egész képnek a sugalmazása, és látod, hogy próbál ugye minden beáztatódni a zöldbe, és próbál ez a zöld fény, ez gyakorlatilag beízülni, tehát hogy ők a természetnek az alkatrészei lesznek ezáltal, még a nőnek a hajába is, minthogyha valami levelek volnának. Úgyhogy számomra ez a kép, ez egy nagyon-nagyon jó kép, és nagyon-nagyon jól áthozza a fiatalságnak az érzésvilágát. De ugye Maurice Denis-nek a képe, aki ugye még a szimbolizmus előtt, tehát érződik a szecessziónak ez a mélység kivétele, hogy kivesszük a tájból a mélységet. Nincs mélység. És csak színekkel, meg formákkal ábrázoljuk, ugye a virágoknak az egyre ellaposításával ábrázoljuk a térmélységet. Hogy tudunk másképpen is mélységet ábrázolni. Ezáltal kiveszi a drámát, kiveszi az élet súlyának a drámáját a képből, és helyette egy ilyen tavaszias, könnyed majálist látunk, holott ugye maga a mitológia téma, hogy Euridiké megérkezik, és már majdnem kint van a földből, de Orfeusz visszanéz rá. Hát ez egy óriási mitológiai dráma, mert hogy Euridiké visszazuhan a pokolba, ugye, vagy a alvilágba.
ki van véve belőle a dráma. Úgy van ábrázolva az egész. Nyilván egyrészt azért, mert Franciaországban, francia esztétikai rendszerben ez a latinos temperamentum, a drámák nem kellenek. Tehát a dráma az majd mindjárt jönni fog a németeknél, ott a müncheni iskola az, amelyik generálja ezt a súlyos drámát, ami cipelni kell, de itt nem. Tehát Maurice Denis ugye ezt a boldogság, ezt a jó, boldog, minden szép világot ábrázolja, a maga nabi, és tehát misztikus, és szecessziós formakincsével. Hát itt is azt lehet mondani, hogy egy álomba szenderülő hölgy, a természet lágyölén azonosul a természettel. Tehát ti is bizonyára voltatok úgy, hogy elszenderedtettek a természetben, és ez egy más alvás, mint otthon az ágyadba. Az valamitől más. És ez a sok-sok virágnak az illatával már-már egy szinesztézia teljesül. Itt is mondhatnám feladatnak azt, hogy legyetek kedvesek az illatot megfesteni, akkor itt most Maurice Denis puff, elvitte ezt a pálmát, megint csak. Úgyhogy az illat, mint olyan, amelyik így gomolyog a levegőben, és ez a gomolygás a csipkével együtt, meg a haj hullámzással, meg a felhő hullámzással, tulajdonképpen egy formai egységet alkot, de színben viszont ez a komplementer lila és sárga, ezek bűvölik el tulajdonképpen az embert. No hát akkor menjünk a dráma felé, hogyha a drámai festményekhez akarunk, tehát ezt akarjuk tanulmányozni, akkor valahol ott északon, a finn festészetben, Gosinberg, vagy pedig németeknél, tehát ott kell nekünk igazából keresgélnünk, ugye itt a két teljesen köznapi fiúcska cipeli a sebesült angyalt. Ebből a szimbólummal, a sebesült angyallal tulajdonképpen el is valahogy kitalálhatjuk, hogy valami történt. Na most ez a szimbolikus titok, hogy mi történhetett? Ezek a fiúcskák úgy mennek, mint hogyha ők is hibásak lettek volna valamiben. Hogy rosszat tettek a természetben, és akkor most cipelik azt a terhet, hogy... tehát szimbolikus... Hát a szeme vagy a feje, igen. Tehát lehet, hogy a homlokán van valami sérülés, de azért az ő testtartásából látszódik, hogy ő most egy harcolt mondjuk a gonosz ellen, ugye, és akkor testtartásában mutat, hogy meg hát hordágyon viszik, tehát azért jó, hogy a szeme be van kötve, ez is igaz, de az is lehet, hogy fejsérülése van, viszont nincs vérfolt, tehát nagyon ügyesen imbolyogtatja a titkot, hogy akkor most akkor mi van. No, hát minden esetre ez egy nagyon híres, szimbolista kép, az egyik legfontosabb ebből a korszakból. És akkor jobb oldalt is azt látjuk, hogy hát végülis rendben van ez a táj, minden rendben, de hogy mi van ott előttünk? Tehát, hogy ez most egy sziget, vagy ha jól megnézed, akkor ott egy csónaknak a bal oldalt az íve mutatkozik fölfelé, hogy egy csónakon van a növény, vagy mi az? Tehát ez az összeolvasztás. Az összeolvasztás mind formailag, és mind tematikailag a szimbolista feladat. Hogy olvasszuk össze a dolgokat, azért is
a Bence színrajzai, ezek a nagy tömbök, ezek a nagy tömbökben való fogalmazás is egy összeolvasztásról szól. Hát ugyan Hugo Szimbergé, hát egy kicsikét ilyen naivabb képei, naivabb megoldási baloldat, hát igen, érződik, hogy az ember fejből akar tájképet festeni, akkor nem ugyanaz a minőség jön ki, viszont volt egy meglátása, hogy itt a dombokról szalad le két fiúcska, és hogy mitől szalad le ez így nem derül ki, de hogy ezekből a füstökből, hát minthogyha valami menekülő lánykák szaladnának itt a füstökkel, de hát persze megint csak imbolyogtatja a témát, hogy most igazunk van vagy nem, és ugyanakkor ide, hogy mitől van ez a bagoly, tulajdonképpen képregény vagy rajzfilm ide festve, hogy megfordítja a fejét. Ebben van valamilyen, tehát a szimbolizmusban azért valami, ha nem is félelemkeltés, de valami különösség van. Valami különösség, ami létezhet, de azért attól, hogy ott van, attól nagyon különös. Ugye leginkább sötét foltokkal foglalkoznak a szimbolisták, hogy vigyék a különösség felé a tájélményt. Itt viszont jobb oldalt azt látjuk, hogy nincsen sötét folt. Viszont a különös az, hogy egy ilyen kis utca vékonyságú vízen megy végig ez a furcsa, ilyen biblikus öltözetbe lévő hölgy. Ez így nem teljesen hihető, hogy itt egyáltalán egy csónaknak vagy egy ilyen sekély mezőn lévő sekély vízben egyáltalán végig tud menni ez a csónak. De minden esetre látszódik, ugye az égboltra fölkúszó ágakból, hogy itt egy karcos valami igazából nem valami életútról van szó igazából. Előtte ki van tárva egy könyv, úgyhogy ez még inkább furcsa, tehát hogy ilyen egészen ez vagy, igen. Tó is tele van könyvekkel, én úgy látom. Tó is tele van könyvekkel. Aha. Csónak. Vagy a csónak, igen, bocsánat, igen, a csónak is tele van könyvekkel, igen, igen, így van, rajta áll. Tehát már szürrealista, mert a szürrealista ellentétekkel operál, hogy a könyvnek a helye az a szoba. Na de kiviszem a tájba a könyvet, akkor már mi van? Akkor ilyen furcsa érzésünk van, tehát ez már kicsit szürrealizmus, mert végletekkel operál, ugye két tárgyat úgy hoz össze a szürrealizmus, ahogy nem szoktuk meg, tehát hogy az, külön-külön megszoktuk, de hogy nem odavaló. Ja, igen, köszönöm szépen, itt nem tudom miért nem vettem észre ezt. No, de Pete de Chavin, aki hát ugyancsak ugye a Franciaországban vagyunk, megint csak a könnyebbik oldalát, nem a drámát észleljük. Ugye a jobb oldalt az antik világra utal, az antik életmódot próbálja fölidézni, hogy milyen is lehetett, meg ugye a női, eszményített női, ideális nők, a görög kultúrából származik a klasszika, és ez a klasszika ez gyakorlatilag a 20. századig meghatározza a festészetet és az esztétikai élményt, aztán bejön az avantgárd, és gyakorlatilag próbálja visszaépíteni a klasszikus értékrendet. Meg is történt. No, hát gyakorlatilag csak megint csak utalok arra, hogy a női testszínhez kapcsolódik a tájnak ez a rózsaszínes színe. Tehát itt is ott van ez a táj hasonul valamilyen szinten az emberhez, az ember hasonul
ugye a tájhoz. Bal oldalt is egy ilyen egész különleges égboltot produkál, ami csak nagyon-nagyon ritkán látszódik, és ezekben a zöldes fák nagyon szépen komplementarizálnak. Odéon Redon volt az egyik, hát igen, legkarakteresebb szimbolista a 19. század végén, aztán persze később is dolgozott, tehát őnála érezzük ezt a szinesztéziát leginkább, hogy a bal felső sárgás folt az micsoda, hogy kerül oda. Gyakorlatilag egy ember feje fölött sárga kerek foltot leginkább a glóriában tudjuk észlelni, de ez nem az, mert nem a feje fölött van közvetlen, hanem jóval fölötte, vagy a napnak a sugárzása, de mik azok a kerek foltok, hogy valami biológiai virág. Tehát ezek az így összegyúrások, ezek az igazi szimbolista dolgok. Aztán kicsit lejjebb jössz, akkor már jeges érzéked van, tehát jeges érzés, akkor itt legalul pedig virág ugyan, de mégis valami száraz virág, elszáradt virág. Nézzétek meg a fát is, hogy milyen ügyesen van a levegő perspektíva ábrázolva a fán, hogy ami közel van, az éles és karcos, és a fának a hátsó ágai meg tompák és világosak. Tehát azt szoktam mondani, hogy egy csendéleten belül is meg lehet tenni ezt, hogy a első üveg kemény, a hátsó üveg már, mint hogyha a párás tájban látnád messze, úgy is megoldhatod. Tehát ilyen szempontból Odéon Redon az, aki az illatot, a különböző érzékszerveket próbálja összekötni egy képen, sok esetben túlszínes, vagy ilyen hirtelen jövő élmények érik az embert, amikor figyeled a képét. Na hát akkor menjünk ebbe a német súlyosságba, ugye a Müncheni Akadémia az, amelyik sugárolja ezt a drámaiságot, hogy elvárja a tanítványoktól, hogy valami drámai témát találjanak. Hát nyilván a mitológiában könnyű meg a történelemben találni, meg is festik, de hogy a tájban hogyan működik a dráma, hogyha pusztán egy egyszerű tájban, az itt Arnold Böcklinnél a balra nagyon híres Halálsziget, ahol az a kis fehér valami ott, az egy csónakban lévő lélek, aki megérkezik a Halálszigetére, ennek a zártsága, ennek a legényének a teljes sötétsége. Valahogy tényleg ezt a süket csendet sikerült neki ott ábrázolni ezen a... Tehát ez egy világhíres kép, ugye, hogyha a pszichológiai könyvekben a halált akarják illusztrálni, akkor lehetséges, hogy ott lesz ez a kép. És akkor jobb oldalt is itt egy ilyen furcsa, antik, vagy ókori medence, és amelyik már elhagyatott, a növényzet már belepi ezt a tavacskát, ezt a kis mesterséges medencét, és ennek a vízszintességi élményéből hirtelen ott fölül egy súlyos, függőleges, vertikális tömb ereszkedik rá erre a fehér, ritkán megvilágított medencére, és hát bizony, én nem szeretnék a szobor mögött a lépcsőn fölmenni, és 20 métert begyalogolni. Rizikós, hogy ott mi fog történni, hogy milyen pszichikai nyomás alá fogok kerülni. Tehát hogyan tudunk a tájjal bizonyos ilyen dolgokat ábrázolni?
Megint csak német festő, ugye, viszont ezek már modernizáltak, tehát nem az a barnás szózban lévő festmények, Hans Emmenegernek ugye a festményei, hát baloldalt olyan, mintha egy ilyen Halloween maszkba sétálnék bele, csak éppen nem narancssárga, nem zöld, és mintha azok fogak lennének, és mintha az a két fekete az szem lenne, tehát egy maszkba besétálnék. Na most itt van a szimbólum, egy maszkba sétálok, holott nem ezt ábrázolja, holott azok fák, és holott azok lombok, és ha akarom, akkor nem látom a maszkot, vagy nem érzékelem, vagy nem úgy látom. Tehát a szimbolizmusnak ez a imbolygása teszi egy kicsikét itt félelmetesét is, a jobb oldalon pedig ezt a egészen extra fényt, amikor van úgy, hogy télen kisüt a nap, és akkor az árnyékok valahogy mégiscsak sötétebbek télen, és akkor egy ilyen élményünk van. Igen, ez a félelem kezdetei, tehát hogy most én választom ki, hogy most akkor előre megyek, vagy itt maradok, és köszönöm szépen, ebből én nem kérek, de azért csalogat a háttér, ott van a víz, és valahogy behív engem ez a sötétség, hogy oda menjek, és a másik oldalon is van kiárata. Itt azért megmutat egy kis kiáratot a művész. Igen, ez is tulajdonképpen egy Böcklin kép, itt egy kicsit váltva vannak a képek, és itt is ez a hihetetlen erős vihar közeleg, és ez a hölgy, hát nem egészen veszi a fenyegetést komolyan, ő még itt hozzá simul, ezek az irdatlanul nagy tömbökhöz, ami igazából megint csak egy ilyen hideg érzés, hogy hát a bőrömet én a sziklákhoz nem igazából szeretném ebbe az idejárási körülményekhez hozzá simítani, és figyeljetek meg, hogy a falon fölkúszó valamik, ezek a ez is lehet ugye egy sziklák, ez egy kicsit fölveszik a nőnek a formáját, ugye egy kicsit ritmizálja ugye a képet ezáltal, és akkor valami jókori ősi bejárat, ami misztikussá teszi a képet, hogy most akkor én honnan való vagyok, vagy ez a nő honnan való, vagy hogy hova menjen vissza, hogy ha belép ezen a kapun, akkor milyen súlyos dolgokat vállal, hogy mesztelenül ő most bemenjen oda. Szóval a Böcklin azért egy súlyos egyéniség volt, még az önarcképét is egy koponyával együtt, aki ott hátul sugja a fülébe neki, hogy mit ez a halálnak az előszelele, ez a borzongatóság, ez az, amit ő képvisel a festményeiben. Ugye Cardiffen a Bach is hasonlóképpen, tehát persze ez itt reményként sugárzódik föl a víztükörnél, de mégis körbe vagyunk zárva, ez a körbezártság, a nagy tömbökkel való körbezártsági érzés, ez bizony megint csak itt olyan, hogy a pillanat, a percek, a másodpercek, az órák, hogy nekem csak addig van időm azt megtenni. Utána már nem leszek képes arra, hogy itt átugráljak a sziklákon, és valahogy azt a fényt, azt a reménységet megint csak feladatként, reménység. Ez itt most a reménység, sziklája ott. Nem tudom, hogy miért kell oda elmennem, de érzem, hogy el kell mennem oda. Aztán lehet, ugye megint csak itt felváltva mutatom, lehet megint csak modernül ábrázolni ezt a fölvillanást, ugye leginkább a Pál Lászlói
hagyomány, ugye, hogy volt egy festő, ugye Pál László, akinek a témája az volt, hogy az erdőben a fénynyalábok hogyan szaggatják szét az erdőnek a árnyékos részeit. Na hát itt is erről van szó, csak itt valami sokkal nagyobb simasággal, tehát mint hogyha a fáknak nem volna kérge, ugye, úgy ábrázolja, és az, hogy megnézi a jobb oldali képet, ugye elsősorban hirtelen azt hiszed, hogy egy absztrakt képet látsz, de hát nem, hát ez ugye látod, hogy a fa azért meg van festve hátul. Úgyhogy ilyen szempontból ugye ezek titkok, titkos sugallatok, hogy itt mi történik itt egy megint csak egy-két másodpercet van erre, hogy te ezt észleld. Hát ezért nem tudták a festők megfesteni ezt a témát. Aztán elhalványul a nap, vagy valami történik, ami miatt ez már nem lesz látható. Megint ugye folytatjuk ugye most már a modernitást, itt is teljesen nem megmagyarázod, mitől lesz piros, vérpiros, ugye ez a felső ágacska, ugye alapvetően modern színek ezek már, tehát a modernizmus felszabadította a színkészletet, és hát nem a 19. századi barna szószban ábrázolódnak a képek, és amilyen sötét van ott hátul, ugyanolyan világos keletkezik itt alul, és ezeknek a megoldása is itt szerintem nagyon, nagyon izgalmas felületek jönnek létre az ő képein. Ezért beválasztottam még egyet, ahol ugyancsak valami, nem is tudom, hogy mihez lehet hasonlítani ezt a fát, hogy tudjuk, hogy igen, a fának ilyenek az ágai, de hogy mitől lesz ilyen színjátszós, ezt nem értjük, hanem hogy ez a tarkosság valamire aszociál, költői hasonlata van. Hogy talán, mintha itt egy emellett egy cirkusz volna, és akkor annak a különböző fényei, ahogy megvilágítják a cirkuszban lévő bohócot, azok ide így kivetítülődnek erre a fára. No, hát itt gyakorlatilag még egy modern utolsó kép, ennek nem tudtam, hogy ki festette ezt ide be rajzolni, ugyancsak a sötét erdő, és a sötét erdőnek ugye egy ilyen víztükör, hogy azért az égbolt azért fehér, csak ott befelé sötét, és ennek a ötletes megoldását látjátok itt egy ilyen kicsit ilyen oda csapkodott ecset csöpögtetős meg csurgatott világával, és itt ül valaki, ami nem lehet pontosan tudni, hogy mit csinál. Itt baloldalt azért látjuk, ez egy születésnapnak a megünneplése, ugye itt lampionokkal jönnek, és viszont egy ilyen nagyon-nagyon sötét estében világítanak. Hát összefoglalásképpen azt lehet mondani, hogy a szimbolizmus abban a költői pessimizmusban létezik, ami valamilyen szempontból mégiscsak szép, ugye, vagy legalábbis értékes, ha nem is szép, de legalább értékes. Ez a szomorúságban lévő reménység, hogy a nagy sötétségekben azért van remény, azért van, ha csak egy kevés is. Na, és ez a költőknek a szomorúsága jön át. Na most, hogy rátérjünk a feladatra, itt tulajdonképpen egy egész konkrét feladatot is tudnék a mai napon adni, ez a
magyar ugaron Rady Endre vers. Ugye ő egy szimbolista költő volt. Két változat lehet ugye a mai feladatban. Az egyik az, hogy neked már van olyan verses köteted, amiben tájleírás van. A tájleíró költészet az mindig különleges. Tehát nagyon izgalmas, hogy a szemed előtt hogyan jelenik meg a tájleírás. Ha már ezt meg tudod festeni, akkor már teljesítetted a feladatot. Nem könnyű, mert most visszafelé haladunk, nem a fotókból, meg a látott tájból indulunk ki, hanem egy elmondott tájból. Na most akkor felolvasom. Elvadult tájon gázolok, ős búja földön tudva muhar, ezt a vad mezőt ismerem. Ez a magyar ugar. Lehajlok a szent humuszig, ez szűz földön valami rág. Hely, égig nyúló gizgazok, hát nincsen itt virág. Vadindák gyűrűznek körül, míg a föld alvó lelkét lesem, régmúlt virágok illata bódít szerelmesen. Csönd van. A dudva, a muhar, a gaz lehúz, altat befes egy kacagó szél, suhan el a magyar ugar felett. Mi ebben fantasztikus, hogy tele van ellentmondásokkal, tele van ellentétes dolgokkal. Mit mond? Azt mond, hogy lehajolók. Hova? Szent humuszik. De a következő mondatokban égig nyúló gizgazok. Magyarán én lehajolok, de ettől függetlenül alulról fölfelé meg gizgazok vannak. Akkor azt mondja, hogy elvadult, meg dudva, meg vad, most ennek ellentéte szent humusz. Akkor a föld alvó lelkét lesem. Vagy pedig itt az, hogy nincs itt virág. Valahol van itt, hát nincsen itt virág. Alatta pont. Régmúlt virágok illata bódít szerelmesen. Szóval egy picit ilyen kavarog itt minden. Az ellentétes dolgok. Hogy szinesztéziában ott érzem az illatot, mert hiányát érzem a virágnak. Úgyhogy hát ez az altat befed és a alvó lelkét lesem, ez azért vannak hasonlatok is, amik összecsengenek. És akkor egyszer csak egy kacagó szél. Hát hogy lehet akkor lent, szent humusz, alvó, stb. Fönt, meg kavarog minden, meg gizgazok égnek az égbe, és kacagó szél az mi? Meg az egészet még meg is zavarja avval, hogy vad indák gyűrűznek körül. Hát ez inkább egy ilyen vízszintes élmény, de ez inkább az én testem körül vannak az indák, mert lent a szent humusz alszik. Sima. Tehát nagyon összetett ez az egész, de most képzeljétek el, hogyha mind a tizen, vagy ahogy hányan vagytok, csak ezt oldjátok meg, és úgy, hogy nem látjátok egymást, és milyen érdekes különbségek fognak létrejönni a saját eszmeiségünk szerint. Van egy másik is, a őszi sanzon, itt egy kicsit sajnos bekeveredett a címe középre. Ősz húrja zsongja jong busong a tájon, s ont monoton bút konokul és fájon. S én csüggetek halvány beteg, míg éjfélkong csak sírok, s elém a sok tűnt ké él, ó múlni már ősz hullni már ereszél, mint hol holt avart, mint felkavart a rossz szél. Nagyon érdekes, hogy ez a vers is egy rossz széllel végződik, furcsa módon.
És ugyanígy tehát a szerkezetében nagyon hasonlít a magyar ugaron, mert hogy az ősz húrja zsongjajunk busong a tájon, ez megint csak egyfajta vízszintes élmény, a levelek, a lombok jutnak eszünkbe, a vörös, ugye Edvard Munknál a vörös égbolt, az neki vér, ugye, tehát az is egy szimbólum. És itt viszont jajong, zsong is, de jajong, tehát már az elmúlást, ez az elmúlásról szól, hogy ősz hullni már ereszél, ugye a leveleket elereszti az ág, és leesik. És akkor itt is egy óriási ellentét, mint holt avart. Ugye az avar, az itt lehajtom a fejemet, mert szomorú vagyok, és akkor mit látok? Hát a avart látom. És akkor fölkavart a rossz szél. Tehát megint csak az égboltba fölemelem a fejemet, az avar repül fölfelé, és az égbolton ugyancsak fölemelkedik az avar, és ott a rossz szél valamit csinál vele avarral. Na hát, tulajdonképpen ez lett volna, ez a mai feladat, hogy ha mégsem ebbe akarsz részt venni, ebbe a két versnek a megfestésében, akkor bizonyára fogsz találni egyéb tájleírás, például Shelley-től Zöldsziget, tehát ilyen romantikus tájleírás is van, de a szimbólum ugye abból árad, hogy az én napi érzésem, ami nem is napi érzés, az a tájban megfogalmazódik. Valami félelem, elmúlás a régi hivatalos szimbolistáktól. Természetesen te is átértelmezheted, de miért ne legyen egyszer egy kicsikét kiinduló pont ez a sötétebb táj valamilyen szinten, és akkor hogyan tudod abból az érzelmeket kihozni, szimbolizálni. No, hát ez lenne a suttogó tájnak a lényege. És kíváncsi vagyok rátok, hogy mi fogott meg titeket ezekből a festményekből.